Köszöntöm a nézőket, önök az Emplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják, szeptember 14-én, csütörtökön este 19 órakor. Hírműsorunk elején nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. Megújult sátoralja új helyen a Tokaji Ferenc utca jártája. Új intézmény vezető a Deák úti Egymiérdén. Nagy teljesítményű faaprító gép a sátoralja új helyi városellátó szervezetnél. Megújult a sátoralja új helyi Tokaji Ferenc utca jártája. Az elmúlt időszakban vízelvezetést és új burkolatot is kapott az érintett szakasz. Az itt élők most már csak arra várnak, hogy a szennyvíz beruházás kapcsán az útestet is helyreállítsák, és akkor minden tekintetben biztonságosan lehet közlekedni, mondta híradónknak Palic István, a városrész önkormányzati képviselője. A meleg késő őszi napsütésben megkezdődött az a folyamat, aminek köszönhetően végre a várva várt aszfaltozási munkálatoknak is nekiláthatott a kivitelező. Az elmúlt hetekben sok türelemre volt szükség ezen a szakaszon, mondta híradónknak Palic István, a városrész önkormányzati képviselője, hiszen a járda megújítása és a szennyvíz beruházás munkálatai egyszerre érintették a Tokaji Ferenc utcát. Egy ideig és egy időben történik mind a csapadékvízi szennyvíz csatornának a szétválasztása, tehát ennek is látjuk a nyomait, és elindult már jó egy hónappal ezelőtt a járda építése, és mivel ez egy nagyon forgalmas szakasz ez a Tokaji Ferenc utca, hiszen a Honvéd utcáról, Martinovics utcáról is errefelé jönnek a piac felé is, meg minden más irányban, úgyhogy azt hiszem, hogy ez mindenkinek megnyugvás és öröm lesz, hogyha ez most már tényleg elkészül, és ha az út még nincs is teljesen készen, mert az a későbbi időben kerül majd helyreállításra, de a járdán már kényelmesen is jól lehet lesz közlekedni. Ennek eredményeként elsősorban a biztonságos közlekedés válik lehetővé, ami a késő őszi és téli időszakban kifejezetten fontos az itt élők és az erre közlekedők számára, tette hozzá Palic István. Új vezető áll a Deák úti óvoda, általános iskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola, fejlesztő, nevelést, oktatást végző iskola, kollégium és egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény élén. Rózsás Andrea Erzsébet 2 évtizedes tapasztalattal rendelkezik a gyógypedagógia terén, és új elképzelésekkel vette át az intézmény vezetését. Tervei között szerepel a többségi iskolákban tanuló, de sajátos nevelési igényű gyermekek és pedagógusaik megsegítése, valamint a Hajnal utcai telephely kihasználtságának növelése. 2000-ben kezdte a munkáját a Deák úti Egymiben, majd 2012-ben a sátoralja új helyi tankerület igazgatója lett. Az intézmény összevonások után pedig a Sárospataki Tankerületi Központ szakmai vezető helyetteseként dolgozott egészen 2020-ig. Ezt követően a Deák úti Egymi kollégiumát vezette, majd igazgató helyettesként dolgozott az intézményben. Mint új vezetőnek már megvalósítás alatt lévő tervei is vannak Rózsás Andrea Erzsébetnek. Ebben a tanévben, mivel volt egy több átszervezési javaslatunk, ugye itt van egy Hajnal utcai telephely, ahol a tavalyi éven csak a súlyosan halmozottan fogyatékos tanulóink voltak és a kollégium, de a tankerületi központtal közösen és jóváhagyásukkal meglett egy átszervezési döntés, így a szakiskolai tanulóink és a készségfejlesztő szakiskolásaink is lekerültek, illetve az óvoda is a Hajnal utcai telephelyen kezdte meg a működését. Igazából célunk ennek a telephelynek a belakása, a tapasztalatok összegyűjtése és a szakmai fejlesztése. Ez a kiemelkedő cél. Egyébként pedig az utazó gyógypedagógiai hálózatot szeretnénk egy olyan szakmai munkaközösséggel megerősíteni, ahol a többségi iskolákban tanuló integráltan oktatott sajátos nevelési igényű gyerekeket szeretnénk szakmailag, és az őket oktató pedagógusokat is megsegíteni és támogatni. Ez utóbbi feladatellátás megvalósítási módja most van formálódás alatt. Ebben a pillanatban jelenleg az egyeztetés történik, hiszen utazó gyógypedagógusaink látják el a Gönci és a Sátoralja új helyi térség integráltan oktatott tanulóit, de szeretnénk később egy munkaközösséget létrehozni például a pedagógusoknak, illetve folyamatban van terveink szerint az eszközkölcsönzés is, hiszen így a gyerekek a speciális eszközöket a szülőkkel együtt akár otthon is tudják használni, illetve az intézményeket is tudjuk ebben támogatni. A Hajnal utcai telephely igénybevétele belakása jó úton halad, a tágas és felújított épületbe hamar beszoktak a gyermekek.
Új eszközzel bővült a városellátó szervezet gépparkja. Dankó Dénes, Sátoraljai Újhelyváros alpolgármestere elmondta, hogy a nagy teljesítményű faaprítóval hatékonyabban tudnak dolgozni a létesítmény munkatársai, hiszen az nagyobb faágakból is képes olyan minőségű aprítékot készíteni, hogy használni tudják az erre alkalmas kazánokban. Így több önkormányzati intézmény is kaphat ebből a fűtőanyagból a jövőben. Egy nagy teljesítményű faaprító géppel bővült a városellátó szervezet gépparkja. Dankó Dénes, Sátoraljai Újhelyváros alpolgármestere elmondta, hogy több szempontból is fontos ez a beruházás, hiszen a létesítmény dolgozói sokkal hatékonyabban tudnak vele dolgozni, mint az előző hasonló géppel. A város zöld felületének karbantartásakor sok faág nyesedék keletkezik, így ezzel a géppel a nagyobb darabokat is fel tudják dolgozni. Az alpolgármester szerint az apríték minősége sem utolsó szempont, hiszen alkalmas lesz fűtésre is a téli időszakban. Az elmúlt időszakban számos intézményünkbe tudtunk beszerezni faaprítékkal működő kazánt. És a saját berkeim belül épp egy beruházást végez a városellátó szervezet, egy fedett szint építenek, és innentől kezdve egy ilyen körforgásba tud átmenni a történet, mert hogy lesz egy olyan hely, ahol szárítva tudják tárolni az aprítékot. Van egy olyan gép, ami olyan minőségű aprítékot tud készíteni, ami tökéletesen jó ezekbe az aprítékkazánokba, és van egy csomó olyan nyesedékünk az éves karbantartás üzemeltetés során, amit mind-mind hasznosítani tudunk. A kiszárított aprított nyesedékből több intézmény is kap majd a fűtési időszak alatt. Ezzel a beruházással teljesen vált az a kör, ami fogja tudni szolgálni a városellátó telephelyének a fűtését, adott esetben a Zemplén Kalandpark középső állomásának a fűtését, a Károlyfai faluház fűtését, de szerintem be fogunk tudni segíteni még akár az Egyesített Szociális Intézmény Kövesegyi otthonának a fűtésébe is, mármint az apríték előállításba. És hogyha még mindig volna olyan apríték, amit fel tudunk használni valahol, akkor pedig ott van a szennyvíztelep, hiszen a szennyvíz derogációs pályázat részeként egy teljesen új szennyvíz iszapkezelési módszert vezetnek be, amihez nagyon sok zöld aprítékra van szükség, és ez a gép fel tudja aprítani olyan minőségűre, ami a fásszárú növények esetében is alkalmas arra, hogy a komposztálási folyamatot elősegítse, úgyhogy apró lépés ez önmagában egy gépbeszerzés, de ez a teljes kör, amit most végigmondtam, ez mind-mind attól tud működni, hogy egy ilyen gépet meg tudott vásárolni a városellátó szervezet. A városellátó szervezet munkatársai már javában dolgoznak a géppel, így akár az idei fűtés szezonban is kaphatnak faaprítékot az önkormányzati intézmények, létesítmények fűtési költségeik mérséklésére. A Honvédelmi Sportszövetség támogatásával és a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség együttműködésével rendezett Honvédelmi Sportnapot a Sátoraljai Újhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola. Az oktatási intézménynek több évre visszamenő hagyománya van az ilyen jellegű vetélkedők megrendezésében, ugyanis az iskola elindulása óta fakultáció keretében az érdeklődő gyerekek egészségügyi és honvédelmi ismereteket is elsajátíthatnak. A tanulók rendszeres résztvevői a hazai és nemzetközi e témakörben megrendezett versenyeknek. Nem utolsó sorban az oktatási intézményben működik a Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség ifjúsági tagozata. A most megrendezett vetélkedő célja pedig az volt, hogy a diákok helyben adjanak számot megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukról, és gyarapítsák a már meglévő ismereteiket. Öt csapat sorakozott fel a Sátoraljai Újhelyi Református Általános Iskola udvarán. Ezek a gyerekek 4. osztálytól 8. osztályos korcsoportig voltak a résztvevői az oktatási intézményben megrendezett honvédelmi sportnapnak, ahol a diákoknak tájékozódási és térképismereti képességeikről éppen úgy számot kellett adniuk, mint egészségügyi tudásukról, de lézeres lövészet és ügyességi feladatok is vártak rájuk. Harmadikban, amikor apukám már sokat szokott mesélni így a mentős dolgokról, meg a vadászatról, voltunk vadászni is, és elkezdett így érdekelni ez a lövészet, meg az embereken segítés. Az esemény megszervezését a Honvédelmi Sportszövetség támogatta pályázat útján, melyet a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség és az Oktatási Intézmény partnerségben rendezett. Ez az együttműködés nem új keletű a szervezet és az általános iskola között. Nálunk ez a katasztrófa védelmi ismeretek, illetve maga az elsősegélynyújtás is ezen belül, a tűzoltó ismeretek, a szakköri keretek
között van a lehetőség ennek a művelésére. Ebben nagy segítség van az Zemplén térségi katasztrófa és polgárvédelmi szövetségtől, és nagyon régmúltra visszatekintő ez a kapcsolatunk, hiszen nagyon sok pályázatban vettünk már részt, versenyeken vettünk részt, általában az iskolán képviseli a megyét az országos megmérettetéseken is évtizedek óta, úgyhogy ez egy büszkeség számunkra, de nem csak hogy a hazai versenyekben, hanem a nemzetközi szinten is, hiszen járunk azért Szlovákiában is, mikor ilyen meghívásos versenyek vannak. A programba bekapcsolódott a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A két szervezet azon túl, hogy feladatokkal várta a csapatokat, rávilágított arra is, hogy milyen tovább tanulási lehetőségei vannak a diákoknak. A BOKIK-nak is, mint minden kamarának, a feladata a pályaorientáció. Ez a mai nap is lehetőséget ad arra, hogy egy picit a pályaorientációt is, mint feladatunkat végezzük az iskolai területen. Nagyon fontos, hogy a gyerekek már korán felső tagozatban megismerkedjenek a különböző lehetőségekkel, hogy könnyebb legyen a pályaválasztásuk, amikor elérkezik az idő. Az esemény nem csak a versengésről és a tudásátadásról szólt, hanem célja volt az is, hogy a gyerekek a feladatok végrehajtásán keresztül gyarapítsák ismereteiket a honvédelmi és egészségügyi témakörökben. Ingyenes felvételi előkészítőre hívja a 8. osztályos tanulókat a Sátoralja Újhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium. Szeptember 21-től minden csütörtök délután 14:30-tól segítenek az iskola oktatói az elmúlt évek felvételi feladat sorait megismerni. Az előkészítő nem jár elköteleződéssel az iskola irányába, így nyitott bármely iskola választás előtt álló fiatal számára. Nem lehet elég korán kezdeni a középiskola választást és a felvételre való felkészülést. Így a Sátoralja Újhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium ingyenes felvételi előkészítőt tart, mely során bemutatják az iskola képzési palettáját, és az elmúlt évek felvételi tesztjei alapján gyakorolnak a tanárokkal, azok a 8. osztályosok, akik a heti rendszerességgel megtartott eseményen részt vesznek. A jövő hét csütörtökön, szeptember 21-én 14:30-kor indul itt a Keriben a felvételi előkészítő. Minden csütörtökön fogjuk tartani, ez 16 óráig tart, és a munkatársaink, a kollégáink úgy válogatják össze, az előző évek feladat sorait veszik alapul, és célzottan, tematikusan készítik fel a diákokat. Nem egyszerű azért a középiskolai felvételi, ugye anyanyelv és matematika. Biztos, hogy nagyon jó munkát végeznek a 8. osztályba tanító kollégák is, de mégis egy rendszerezés, egy szintetizálás az, hogy az előző évek anyagaiból kiválogatott feladatokat oldják meg, ez hasznos a diákok számára, úgyhogy nagy szeretettel várjuk őket. Az első alkalom után az érdeklődő szülőket is várják, akik számára bemutatják az iskola képzéseit. 16:30-kor, tehát a felvételi előkészítő után várjuk a kedves szülőket is, akik érdeklődnek, akár a diákokért jönnek, a 8. diákokért, vagy külön érkeznek. Várjuk a szülőket is, hogy bemutassuk az ágazatokat, bemutassuk a szakképzést, megismerjék ugye az új osztályunkat, a gimnáziumi képzésbe a business class osztályt, ami egy teljesen új színfolt a Keriben. És ugye a három, most már mondhatom, hogy tradicionális, a klasszikus ágazat, hiszen az oktatási ágazat is létszámban felzárkózott a két ágazat mellé. Egy kicsit a szülőkkel is szeretnénk meg ismertetni ezt, úgyhogy a diákoknak 14:30-kor kezdődik a felvételi előkészítő, a szülőket pedig 16:30-kor nagy szeretettel várjuk. Az előkészítőn való részvétel semmiféle elköteleződés nem jelent az iskola irányába, tehát akik nem biztosak még az iskola választásban, azok is nyugodtan járjanak el fejlődni és ismerkedni, hiszen a jelentkezésüket bárhová beadhatják majd, de a tudásra és felkészültségre mindenképp szükség lesz, tette hozzá Sebes Péter. Hírműsorunk végén nézzük még egyszer főbb híreinket egy-egy mondatban. Megújult Sátoralja Újhelyen a Tokaji Ferenc utca jártája. Új intézményvezető a Deák úti Egymiérdén. Nagy teljesítményű faaprító gép a Sátoralja Újhelyi Városellátó szervezetnél. Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel holnap este 19 órakor várjuk Önöket. A viszontlátásra!